Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt! Üdvözlök mindenkit! Bár kiírtam a közösségi felületre, mármint a YouTube közösségi felületre, hogy most két hétig nem lesz tartalom, hanem szünetre megyek, de azért még belefér talán, hogy egy heti bözsi meglegyen, legalábbis a 13. heti, aztán majd tényleg nem lesz semmi, mert hogy vizsgai időszak van, és most nagyon nem érek rá a személyben kívül mást forgatni, ráadásul otthon is vannak problémák, mondjuk így, tehát nem nagyon lesz kapacitásom arra, hogy én most videókat forgassak. Úgyhogy hát most két hétig lauf lesz, de hát valahogy kibírjátok, én azt gondolom, mert hát ahogy látom, a közlekedési tartalmak az annyira nem mennek. Ugye hétfőn volt lehetőségem kicsit korábban eljönni, csak ugye az a probléma, hogy azzal a vonat, amire haza akartam volna jönni, az pont az orrom előtt húzott el, vagy ki az állomásról, úgyhogy kénytelen voltam várakozni, és gondoltam, hogy várakozás közben akkor készítek egy-két ilyen snittet. Azt egy kicsit hosszabb lett a várakozás, mert késett a másik vonat, amire haza tudtam jönni. De nem is ez a probléma, hanem hogy közzétettem ezeket a snitteket kedden, most szombat délután van, mostanáig érkezett rá 3 darab like. Ehhez képest, amikor kitettem azt, hogy a múlt heti bözsit nem tudtam időben leforgatni, tehát újra kell készítenem, ahol a közösségi bejegyzésemre most tartunk, azt hiszem 15 like-nál. Tehát nem tudom, hogy mi történt, de ezek szerint úgy tűnik, hogy a közlekedési tartalmaim, és ez már nem az első eset, hogy a közlekedési tartalmaim sokkal kevesebb nézettséget, sokkal kevesebb lájkot generálnak, mint az egyéb tartalmak, tehát az ilyen vlogok. Na most az van, hogy ha tényleg ez van, hogy a közlekedési tartalmak ennyire érdektelenek már, és ugye ezt nem csak magamnál vettem észre, hanem másoknál is, hát akkor nagyon egyszerű. Leredukáljuk a közlekedési tartalmat, és csak ilyen vlogok lesznek, és akkor innentől kezdve inkább vlog csatorna lesz, nem pedig vegyes felvágott. Mert a vegyes felvágott is kétszerűségből jött létre, ugye, Anno Domini, de tényleg azt látom, hogy a közlekedési tartalma nincs igény. Tehát valahogy mostanában a közlekedési videók senkinek nem mennek olyan nagyon. A legfeljebb a Bencénél, a Kuhár Bencénél, de hát neki meg mindjárt 50 000 feliratkozója van, tehát úgy nem nehéz. Na, hát nem tudom, mindesetre most az biztosnak látszik, hogy akkor áprilisban azért elmegyek Bribe, a Vasúti Múzeumba, meg a Heritage, tehát a Nosztalgia járművekhez, tehát a Nosztalgia vonatokhoz, hiszen az egy annól létezett vasútállomás, ahol most a múzeum van, meg most is vasútállomás, de most csak Nosztalgia üzem létezik, de annól az rendes vasútállomás volt, tehát az volt Börinek a főállomása, fő vasútállomása. Hát mondom, ha nincs igen, akkor ott még készítek egy felvételt, ott még készítek egy videót, ami közlekedési tematikájú, és akkor effektív onnantól kezdve akkor rátérünk az egyéb tematikára, és a közlekedést elfelejtjük. Viszont akkor nem kell mennem Londonba se, hiszen ott konkrétan azért mennék, hogy közlekedési videókat készítsek, csak hogyha nincs rá igény, akkor minek? Na, úgyhogy ez volt a hétfőnket. Szerda, csütörtök, már nem nagyon volt semmi. Tegnap ugye akartam volna készíteni egy videót, valamint ezt a videót, de aztán meggondoltam magam, hogy elkészítsem, és akkor inkább most, amikor jó idő van, ilyenkor csinálom meg, forgatom le. Aztán mondom, vizsgai időszak alatt úgy sem lesz időm semmire, tehát akkor... Motor.
Na, jó. Szóval, hogy úgy sem időm semmire, úgyhogy úgy, két hétig momentálhatunk azon, hogy akkor most mi legyen. Mennyire legyen közlekedési a csatorna, hogy mennyire ne legyen. Tehát, hogy legyen ebben egyáltalán bármilyen közlekedési tartalom, vagy felejtsük el az egészet, és innentől kezdve akkor csak ilyen közéleti jellegű dolgok legyenek benne. Nem tudom eldönteni őszintén szóval, de azt hiszem a statisztika fogja megmondani, hogy mi legyen, meg hogy legyen, és nagyon arra hajlok, hogy akkor a közlekedést felejtsük el. Nem tudom, mi lenne jó. Őszintén szóval. Én túlságosan közlekedés hívő vagyok ahhoz, hogy ne a közlekedésről forgassak, de annak meg nem látom értelmét, hogy ne nézze senki, csak a mondjuk ugye nagyon szűk réteg. Tehát az, hogy nincs feliratkozó szám emelkedés, hát tabun. Úgy sem lesz belőle semmi hasznom, tehát hiába van, mondjuk én nem fogom hajhászni se az étrázat, se az étrázat, lesz, amikor lesz, pénzem nem lesz belőle, tehát a YouTube nem ad, és még ha lenne is, abban is még adóznom kéne, tehát pont kitörölhetem, pont nullára, még mi lehet, hogy én leszek, én fogok tartozni a YouTube-nak, bazdmeg, hogy majd videót készíthessek, úgyhogy a partner programot ezt itt, most szerintem ezt itt offoljuk. Aki esetleg támogatni akar, az tudja, hol lehet támogatni, mindenhol. Valamint úgy értem, hogy a központi leírásban ott van leírva. Tessék megnézni a PayPal elérhetőségemet. Aki meg, hogy hívják, nem akarja támogatni a csatornát, nem támogatja a csatornát. Hát most ez ennyi. Ez nem... Nincs itt semmi olyan, hogy kötelező lenne. Az egy, az kettő. Mondom, hát ha meglátjuk, hogy most kitettem egy ilyen kvázi kérdőívet, hát nem kérdőívet, hanem egy kérdést, hogy akkor szerintetek mi lenne jó? Ugye volt olyan, aki konkrétan ugye azt is mondta, aki azt mondta, hogy sajnálná, ha nem lenne közlekedési tartalom, vagy hogy nem érdeklődnek a közlekedési tartalom iránt. Vannak többen, akik azt mondták, hogy inkább a köztartalom legyen, tehát az ilyen közéleti tartalom, tehát hogy mit érdemes, tök, hogy érdemes Angliában, meg stb. Mondjuk ez egy olyan dolog, hogy erről már készítettem pár videót, tehát azt kéne visszanézni, az egy. Az kettő, mit mondjak, tehát ez a... Lenne olyasmi, ami igazán érdekes lenne, tehát hogy mivel nem települhet ki már senki, csak úgy ide Angliába, innentől kezdve szerintem egy összehasonlítás. Na mindegy, hát ha ezzel múlik, akkor mutatok én még ilyen boltos videókat, csak én azt gondoltam, hogy több igény van rá, hogy legyen közlekedési tartalom, mert sokkal izgalmasabbnak tartom a brit közlekedést. De hát ha senkit nem érdekében, mindenki a Lajos-Mizsai sorompót, hogy a Lajos-Mizsai vonalat akarja látni Kuhermencénél, akkor nézzétek azt, hát mit bánom én. Csak akkor nincs értelme nekem ezt a csatornát fenntartani, tehát most nézettség nélkül mi a francnak? Na, jó, hát ez ennyi, tehát ez nem is heti bőzsi volt, bazd meg, mert a héten nem történt igazából semmi érdemleges, ezen kívül meglátjuk. Na mindegy, hát erről ennyit, majd megbeszéljük a továbbiakat. Továbbra is várom azért még az esetleges ötleteket, vagy javaslatokat, hogy akkor mi legyen. Tehát akár itt ez alatt a videó alatt kommentben, akár a közösségi bejegyzésem alatt kommentben, akár az e-mail címemre írt, ugye azt hiszem pont Hágeri volt, aki írt nekem e-mailt. Tehát rajtatok áll, hogy mi lesz, meg hogy lesz. Jó van? Na, hát akkor ennyit erről. Én köszönöm mindenkinek a figyelmet. Akinek ezt tetszett, az like, esetleg feliratkozás, stb. Hát már elmondtam mindent a videó során. Majd találkozunk.
kb. 2 hét múlva. Jó? Na, addig is. Bye, everybody.